Ladies! Oh my god! It's a sötét gergő! Oh my god! Hát csak úgy leültem ide, mint egy amatőr! Nézzétek meg, milyen hanyag módon várlak titeket, pedig nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez itt a Homlok Klub. Az én nevem Szirmai Gergely, és egy smart streamet fogunk tartani egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes témáról, amint hozok egy baseball sapkát. A lakásom minden pontján legalább két baseball sapka van. Remélem jó hallotok, remélem nem nagyon vezére túl a hang. Kicsit hangosítottam rajta, mert az utóbbi hónapokban sokan jelezték, hogy nem hallanak. De most már lehet hallani. Én vagyok, nem más, a Szirmai Gergely. Örülök, örülök, hogy itt vagytok, és nagyon hálás vagyok minden támogatásért. Például a Prukinak, az öreg Prux, Young Pruki, a in this bitch, öt hónapja a Bölcsészklub tagja. Pruki, nagyon szépen köszönöm a támogatást, megy a malac Gyerekek, nudli kamerára fogunk költeni. A nudli kamerát megveszem Amerikában, ahova jövő héten indulok. Atya ég, de izgalmas lesz. Itt van Double András. Köszönöm szépen a fantasztikus ajándékukat, amiket kaptam te... te Tőle Double András kinyitottam, fenomenális, fenomenális. Greg, milyen volt a Sopronia pesti, mozizás a képest? Ö, Sopronban sosincsen túlságosan nagy közönségem, és emiatt egy kicsit aggódtam. Emiatt egy kicsit aggódtam, hogy milyen kurva jó hangulat volt, én nagyon jól éreztem magamat, találkoztam fellow youtuberrel, találkoztam Double Andrással, és, és nagyon jó dumáltunk. Remélem a közönség is jól érezte magát, de én minden esetre fantasztikusan éreztem magamat. És nagyon hasznos volt, egy nagyon részletes képet alkítottam ki a Black Pantherről, amiről szerdán jön a kritika. Szerdán jön. És nagyon jó lesz. Viszont, viszont, Nagyszerű, nagyszerű, volt a közös mozizás, örülök, Kriszor, örülök, jaj, de örülök, hogy jól éreztétek magatokat, ez mindig nagyon-nagyon sokat jelent nekem. Javarészt ezeket nem, nem hihetetlen bevételekért csinálom ezeket a közös mozizásokat, hanem azért, hogy veletek találkozzak, meg nagyon-nagyon töltő dolog együtt lenni a közönsége. De erről holnap beszélünk, amikor lesz a hely, hét záró film hírstream. Ma! Ma! Uh, egy másik készülő kritikámról fogunk beszélni, gyerekek, ugyanis képzeljétek el. Jézus májám. köszönöm, köszönöm, uh, Shelby, Lucifer, köszönöm a 200 bites csírt. És különös lány, köszönöm szépen a 20 bizes és Molnár Andris is, is De kedvesek vagytok. Csókolom, legközelebb ne tessék ennyire messzire tenni a közönség talit, mert menni akartam, csak nem volt kedvem négy és fél órát utazni. Jézus Mária különös lány, rendben megjegyezve, most egy ideig nem lesz közös mozizás, de jövőre megnézzük, hogy mit tudunk csinálni, és mindenképpen új helyekre szervezzük. És itt van Ramp is, akivel szintén találkoztam Sopronban. Szervusz, szervusz! Erre az utazásra is AFK-t. Abszolút betti ez a következő AFK, AFK holnap jön egyébként, szet és biztosan hajnalban kelek, és biztosan befejeződik, úgyhogy nagyon fasz lesz. Holnap is jön AFK, és viszek magammal is az új útra. Sajnos összecsúsztak az utak, de hála Istenek, összecsúsztak az utak, mert gyerekek, egy új AFK készül, de mindenről holnap. Ugyanis, amellett, hogy AFK készül, és amellett, hogy kritika készül, készül egy másik kritikám is, ami a föld jövőjével kapcsolatos. Képzeljétek el, megkérdezett a BBC, hogy... Kijött a Planet Earth, Planet Earth sorozatuknak a Frozen Planetary sorozata, ilyen alsorozata. és hogy nem érdekele engem, én vagyok a világon a legnagyobb etenború rajongó. Egyszerűen imádom mindent, amit ez a csóka csinál, borzasztó fontosnak tartom a munkáját, úgyhogy választhatom nekik, hogy tudjátok mit? De akarok csinálni róla egy videót, úgyhogy fogok csinálni egy videót. No de, mivel ez a természettel foglalkozik, és úgy általában a világunk megóvásával, ezért ezért akartam előtte csinálni egy streamet, hogy segítsetek egy kicsit összeállítani, hogy mit mondjak a videó elején. Mit mondjak a videó elején? Ez nem szponzorált stream, ne értsetek félre, ez pusztán azért csinálom, hogy egy kicsit pontosabban rá a videó témáját a nézői igényekre. Úgyhogy ma azt fogjuk csinálni, hogy átnézzük, hogy mit tudunk mi, mint átlagemberek tenni a természet megőrzése érdekében, és hogyha van időnk, akkor kiválaszunk pár specifikus témát, ami kapcsán lépéseket tudunk magunk elé helyezni. Én például az olajpálmákat, olajpálma ipart akarnám megrontani és csökkenteni, ugyanis én nagyon-nagyon-nagyon aggódok az utánokért, ahogy ezt az AFK-ban Csízi, köszi a dupla Andrásnak a gift szabot, megérdemli az András fenomenális ajándékot kaptam. De egyébként, egyébként mindenkitől olyan, olyan kedvesek vagyok, mindig tele vagyok ajándékokkal, amikor jövök az ilyen közös mozizásokra, és aztán napokig azokat nézegetem. Yes! Szóval, szóval nézzük, menjünk rá a témára. Menjünk rá a témára. Megmutatom nektek először, hogy miről van szó. Ez egy dokumentumfilm sorozat, darabonként egy órás egyébként, és hisztérikus, hisztérikus vagyok ezektől a képektől. Változatlanul azt mondom, és ezzel sok szakma beli megdobálna, hogy Baz meg, a Planet Earth sorozat operátorai, bazd meg mi ez? A Planet Earth sorozat operátorai a legjobb opera, ö, operatőrök a világon, bazd meg. A, alsó hangon benne vannak a top, top ö, területben. Nézzétek meg, fenomenális képek. kiolvadó teknősök, annyira szeretem őket. A világ legeredményt ennek medvéje. Látjátok azért már itt is a trailerben is, hogy mi az üzenet. Minden fucking olvad. Explore all of earth's frozen habitats oh. where life finds a way not just to survive but to thrive mm. Me and me Mikazek China csinálták, bazd meg? Én láttam az egész sorozatot. Ki vagyok borúva tőle. Ki vagyok borúva tőle, gyerekek. Egyszerűen az nagyon érdekes egyébként, mert rengeteg szegmense az életemnek majd, hogy nem az összes, az elétek tárul. A gördeszkázás, az utazás, a filmnézés, a sorozatozás, a gémelés, majdnem mindent ti is láthatok és velem követhettek. Az életem egy nyitott könyv és egy feltöltött videóanyag. Viszont, Meglepő módon az, az egyért érdeklődésem az a mai napig nem kapott magának platformot, ez pedig a végtelen természet szeretetem. Igen, AFK-ba vittek titeket ide-oda hegyet mászni, természetbe állatokat nézni, stb., de valahogy úgy még nem találtam meg neki a megfelelő kontent minőséget, öm, ahogyan azt el tudnám nektek mondani. Én azt sejtem, az a baj, hogy ez valószínűleg TikTokon fog megvalósulni, de ez egy egész másik stream és egy másik történet. Szóval. Megnézettem veletek ezt a trélet, hogy lássatok pontosan, hogy miről van szó. Ez a sorozat, is bámulatos. Most a kritikám az, az... nem lesz, nem lesz annyira lelkes, mint ahogy, amilyen most vagyok. Vannak ennek a dokumentumfilm sorozatnak uh, műfai hibái. Viszont az kétségtelen, hogy abszolút újra meghozta a kedvemet ahhoz, hogy valamit baz megtegyünk. tegyünk. Úgyhogy, ezt a videóban is el fogom mondani, de ezt itt is elmondom nektek. Valamiért változatlanul még mindig van egy kitartó vita arról, hogy van-e globális felmelegedés. Legyen tiszta, én számomra nem kérdés, hogy van globális felmelegedés. Számomra egyszerűen nem kérdés. Függetlenül ettől, hogyha valaki nem fogadja el és nem hisz benne, az rendben van, de ez most nem egy vita platform lesz. Most nem arról fogunk uh, dumálni, hogy van-e globális felmelegedés, vagy nincs. Olyan felfoghatatlan mennyiségű tudós uh, támasztja alá nap, mint nap, hétről hétre, évről évre, hogy romlik a helyzet, hogy én nem fogok tudni ez, erről elkezdeni vitatkozni. Úgyhogy csak azért csak azért, uh, helyezem ezt le, hogy tudjátok, hogy mire számíthatok. Alapvetőleg ez a stream, és ugye általában a videóm is, ami majd erről fog szólni, illetve az én általános attitűdöm az az, hogy nem, nem kérdőjelezzük meg a globális felmelegedést. Uh, köszönöm szépen a trend Rohat jó fejek vagytok, és, és különös lány is itt van. Második hónap a Bölcsész Klubban. Jaj, de örülök, hogy itt vagy, különös lány. Igen. Valakiek nem tiszta, hát közé vannak téve az adatok, éves átlag hőmérséklet növe, növekedés, a mamut fenyők 40 méteres gyökerek így kiszáradnak, stb. Igen, most a páran azt mondják, hogy ez ilyen ciklikus, és kétségtelen, hogy van egyfajta ciklikus hűlése, illetve melegedése a Földnek, valami, ami messze nem ilyen valómenő és ilyen kitartóan katasztrofikus. Tehát, hogy, hogy, hogy bizonyos olyan adatokra mutatnak ezek az emberek, amivel nem értek egyet, és amiket nem tartok alátámasztottnak, Pont. Ez egy, lehet, hogy másik ilyen, csináltunk erről egy vita streamet, ö, ilyen pillanatban nem, nem vitázunk. Hogyha valakit ez zavar, következők találkozunk. Csak azért mondom, hogy most nem, 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 fog senkit elkezdeni utálni, de hogy értsétek. Szóval, itt van nekünk ez a Frozen Planet. Ez a kép, egyébként spoiler alert, ez messze a legszarabb szegmense a teljes sorozatnak. És kurva jó szegmensek vannak. Aki ezt a pont a tigrist úgy elbaszták, hogy arra nincsenek szavak. Szóval nagyon, nagyon egy változatos minőségű dokumentum sorozat, de úgy összefoglalva, hogy érdemes megnéznetek, hogyha addig esetleg kedvetek van hozzá, abszolút soha büdös picsába nem fogtok ilyen képeket látni, szerelmes vagyok. No de. Amit most szeretnék csinálni veletek, az végignézni, hogy mi az, amit mi személyes emberek tehetünk a globális felmelegedés és ugye általában a természetvédelem e mellett. Illetve a globális felmelegedés ellen, és természetvédelem mellett. Végigdumáljuk ezeket a pontokat, átnézzük, hogy konkrétan mit tartunk jogosnak, mit tartunk fontosabbnak, mit tartunk kevésbé fontosabbnak, vagy akár megvalósíthatatlannak. Ezek után pedig, ahogy mondtam, hogyha van időnk, akkor ránézzünk specifikus témára, témákra. Ti is javasolhatok valamit, mondjuk nem akartok műanyagot az óceánba, vagy mit tudom, védjük meg a falus, faluszéli falus kecskéket, stb. stb. Piszok! Köszönöm szépen a 9 hónapos bölcsészklub tagságot. Király a téma, fontos a téma, nagyon örülök. Hogy így látod? Abszolút én is úgy gondolom. Szét kell választani, mi az, ami káros, és mi az, ami csak ronda a természetnek. Nagyon érdekes megközelítés egyébként a kérdésnek. Ö, és akkor kezdjünk is bele az alapok lefektetésébe. Arról beszéltünk már, tehát, hogy ez egy globális felmelegedés hívő stream. Ö, emellett viszont, amit még, még szeretnék mondani, hogy sajnos. Ö, na hm. Tehát, hogy alapvetően én abszolút hiszek abba, hogy mi, mint egyének tudunk ezzel ellen valamit tenni, és a legfontosabb az az, hogy beszélünk róla, és a mindsetünk az megvan hozzá. Tehát rengeteg ember érzi úgy, hogy jó, erről már ezerszer hallgattuk a videókat, stb., de hogy mit tudunk mi átlag emberek tenni. Én úgy gondolom, hogy még hogyha a hatásunk nem is kifejezetten nagy, úgy általában, és a jövőre nézve is ezt tekintsétek alapnak, hogyha bármilyen társadalmi megmozdulásról beszélünk, az én, én véleményem az az, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy milyen hatalmuk van a sorsunk fölött. Mert sokan is lehet lenni annyira individuális a társadalom, hogy az emberek nem igazán tudják elképzelni, hogy mi a faszom van akkor, hogyha hogyha egy nagyobb társaság összefog, földrengető dolgokat lehet létrehozni, csak ebben hinni kell. Teszem azt, például, hogyha most azt mondanánk, most a 9 millió magyar, mert már csak annyian vagyunk, 9 millió magyar azt mondja, hogy kormányt váltunk, diktatúrát szeretnénk, és Szirmai gergeit választanánk meg a diktátorunknak. Bullshit! Visszamegyünk a történelembe! A magyar név újra szép lesz. Királyságot szeretnénk, és Szirmai Gergely lesz a királyuk. Ha elég magyar akarja ezt, az egyszerűen meg fog történni. Az problémamentesen meg fog történni. Most nagyon sok magyarnak kell ezt nagyon akarni természetesen. Függetlenül ettől csak, hogy érzékeljétek, hogy milyen volumenű változásokat lazán meg lehet csinálni, hogy sokan összefogunk. Ez sarkalatos és poénos, de a gondot és az érzelmet mögötte értsitek én nem szeretem, szeretek úgy gondolni a világ helyzetére, hogy jó, úgyse tudunk semmit tenni, mert ez nem igaz. Egyszerűen csak investálnunk kell magunknak. Jöjjenek az opciók, én nagyon lelkes vagyok. Igen, jó. Szóval, hogy alapvetőleg a, örülök neki. Én alapvetőleg, tehát ezzel a mindsettel induljunk neki, de igen, de lehet tenni, és a de igen a kicsi is számít. Vannak influencerek, akik még 10-15 perces utat is magángéppel tesznek meg, szörnyű. Abszolút igen. Na most, ja igen, a második dolog pedig az, nem, ezt át fogjuk nézni, gyerekek, ezt át fogjuk nézni, hogy mit lehet csinálni. Nézzük meg ezt, az Imperial College London rakta ki, nagyon látványos, hogy azért emeltem be, több ilyen listát végig fogunk nézni, javarészt a pontjaik azonosak, de talán találunk érdekes dolgokat. Úgyhogy, kilenc dolog, amit lehet csinálni azért, hogy ne melegedjen a föld. Na most az első és a legfontosabb, és ez. Ez eh, kicsit az, amiről már beszéltem, hogy a hatalommal kell valamit csinálni. Ez számunkra, magyaroknak kifejezetten idegen, mert limitáltan befolyásoljuk a politi politikusaink életét. Mi nagyon szeretünk uralkodókat választani, függetlenül most baloldal, jobboldal, most értsétek a lényeget, nem arról beszélünk, hogy most konkrétan ki van hatalom, hogy ki volt, vagy ki lesz. Arról beszélek, hogy magyarok, nem igazán vagyunk aktívan részvevői a saját demokráciánknak. Úgyhogy emiatt lehetséges, hogy ezen lehet fejlődni, egy kicsit jobban belekerülni a demokráciába. És megnézzük miért, csak meg kell köszönöm mindenkiek! Ö, ö, ansia, éj, Ansia itt van, 9 hónapja Bölcsészkup tagja, szervusz, és Molnár András, köszönöm szépen az 50 bites csírt itt Hollandiában, mindenki biciklizik, szerintem ez se egy rossz dolog, abszolút, ne, ne értsetek félre, itt nem csak filozófiáról fogunk beszélni, de az alapokat, alapokat mindenképpen le kell feltetni, úgyhogy sajnos ilyen általános és unalmas dolgokkal kezdünk, de rámegyünk a részletekre, nem sokára. Szóval igen. Szóval igen. A magyarokra kifejezetten jellemző az apátia és a beletörődés. Abszolút, Haroldin, az így van. És ez viszont ezt nem szabad elfelejteni. Mert ez a legtöbb embernek, aki mondjuk elfogadta a globális felmelegedés létezését, ez a legtöbb embernek a kifogása is, hogy az általában az apátiájának az alapja. Jó, de hát vannak hatalmas multicégek, vannak országokon átívelő hatalmak, és, 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 és suskusban eldölt üzletek. Mit tudok én tenni? Na most nagyon keveset tudsz te tenni, de de rengeteg kevés dologból fog összeadódni valami, ami számít. Erről szól a demokrácia. Nagyon kevés dologból <laughs> áll össze valami, ami nagyobb. Tehát az első és legfontosabb, hogy bazd meg, a, hogyha érdekel téged a Föld jövője, akkor bele kell állni a politikai gondolkodásba. Ez nem arról szól, hogy most elmész, kimész és megszavazod a fucking Lord Szirmai munkáspártot, nem milyen pártom lenne, milyen pártom lenne. Svább párt. Szóval a Lord Szirmai pártját megszavazod a parlamentbe. Nem feltétlenül arról van szó, hogy a zöldekre kell szavazni, vagy mi faszom. Arról van szó, hogy ha aktívan részt veszel a politikában, egy kicsit aktívabban, nem kell, nem kell kimenni, érted, cédulázni. Kicsit aktívabban részt veszel a politikában, és hallatod a hangodat, és foglalkozol olyan dolgokkal, aktívan és láthatóan, amik a föld védelmét, vagy akár csak a Magyarország, a mi zöld területeinknek a védelmét szolgálja, akkor te egy politikailag kihasználható érték leszel. És ezt ne felejtsétek el, hát gyerekek. A politikusok abból generálnak hatalmat, hogy kit tudnak maguk mellett tudni. Hogyha mindenki ezen a planinóban, kurva sokan, mondjuk Budapesten azt mondják, hogy, hogy hogy gyerekek, elég volt, ez például volt is az egyik, már nem is emlékszem, azt szerintem a mo kinek volt? Mindegy, azt hiszem az egyik momentumos képviselőnek volt a... Igen, azt együtt néztük streamen, ugye? A Miklósnak. Hajnal Miklósnak volt a programpontja, hogy hagyjátok a picsába békén a normafát, mert oda terveztek valami nagy üdülőkoszpontot, nem, álljunk le a betonozással, hagyjátok a picsába a normafát, az zöld. Aki nem tudja, a normafa az egy, egy, egy hegyvidéki zöld területe Budapestnek, nagyon-nagyon fontos. Na most, ő egyrészt nyert, másrészt viszont ez például egy olyan szegmens a politikának, amit azért tudott meglépni, mert felmérte, hogy az ő szavazó bázisában nagyon sokan érdeklődnek Budapest zöld diesítése. Zöld ez egy szó, amit mondtam. Szóval zöldségesítése iránt. Tehát ami, ami ebben a lényeg, ezt túl hosszan magyaráztam, de, de szerintem megérte. Alapvetőleg politikailag értékét kell tenni a zöld gondolkodást. Mostában a múltik is kezdek abban az irányba elmenni, hogy minél kisebb legyen az ökolábnyomuk. Abszolút, és miért? Miért mennek el? Miért mennek el? Mert az embereket elkezdte érdekelni. Miért van egyre, egyre több ö, meleg és LGBTQ ö, ö, reprezentáció a filmekben? Mert egyre több LGBTQ érzékeny ember van a popkultúrában, akiknek ez számít. Csak azért működnek ezek, mert az emberek hallatják a hangokat. Úgyhogy, ja, ha elkezdesz foglalkozni ezzel, azzal te nagyon sokat tudsz lendíteni a törvényhozóknak a, a legalábbis, még ha nem is a tettein, a kampányprogramjukon. a innen, nincs egy pillanat. Oké, okay. túlléptünk ezen. Zox! Köszi szépen a subscription-t! csak is megköszöntem, szerintem már a csírt. Igen, megköszöntem. Köszi szépen. Oké, okay, következő. Na most itt nyilvánvalóan az ember mondja, hogy írják a parlamenti képviselőnek, stb. Itt most ezen a streamen nem hülyeségekről fogunk beszélni. Én szerintem kötök sem fog írni a parlamenti képviselőnek, függetlenül ettől, magadének, tudod ezt a politikai nézetet, az segít. Itt lesz Meet And dairy! Na most ez a következő. Gyerekek, a, a, tehénfink kurva vicces, de a húsipar az tényleg iszonyatos mennyiségű energiát használ el, és ezért kétségtelen, hogyha valamelyik ipart megéri csökkenteni a világvédelme érdekében, az a húsipar. Szegény mindig ők vannak kipécézve. Abszolút, nagyon szórakoztató, hogy ők ugye finganak, pedig nem finganak gyerekek. A metán előről jön ki, a tehenek bőfögése az, ami ilyen volumenben, ugye ötször annyi terményállat van ma, ö, a világon, mint ember. Ötször annyi. Úgyhogy, ja, az ő folyamatos metánbőfögésük az befolyásolja valamelyest a planetet. Most mennyire-mennyire arányban, ezt meg is nézhetjük egyébként, erről szól a stream, tanuljunk valamit. How much does cow burps actually matter? Can we make cow burps climate friendly? És akkor itt van a PBS. A PBS az egy abszolút megbízható társaság. 40% metán kibocsájtás. Micsoda? Livestock production, igen. 14.5%-a a... a a üvegházhatású gázok kibocsátásának a, a, földön. 14.5%-a csak a fucking tehenek! Csak a tehenek! Most erre nem találok konkrétan, itt nem jelzik a forrásaikat, úgyhogy ezt kezeljétek úgy, hogy... De én nem... Tehát, hogy, hogy még ha a 12, ha 10... Basz, meg, az is rengeteg. És nézzétek meg, elnézést, hogy iszok, csak koffeinre van szükségem. Lábnap volt, és mindjárt elájulok. Igen. Metán a legnagyobb része ennek a üvegház gázkibocsátásnak. Igen. És, és az, ahogy a, ahogy a tehenek emésztik az ételt. Tehát böfögnek, és nem pukíznak. Mert előről jön ki, ugye, ugye folyamatosan visszaöklendezik a kaját, és úgy rágják meg. Meg kell lenni az összes, adag, akkor nincs part. Tehát, visszatérve a lényegünkhöz, visszatérve a lényegünkről, mit gondolunk e erről? Mit gondolunk húsebők? Én abszolút húsevő vagyok. Mit gondolunk erről a gondolatról? Mert hogyha ez tényleg 14 gyerekek, majdnem egy hatod, az nagyon-nagyon nagy mennyiségben változtatja meg. Az a világ ökolábnyomát. Szerintem zabáljuk fel őket gyorsan. Az a baj, hogy ez több igényt termel, és akkor a világ összes tehenét izé. Tiltsuk be a teheneket, nagyon jó ötlet. Halat és tengeri herkentyűt is lehet enni, csak nem mindenki szereti. Na most ha úgy, ú, Haroldina, ha te tudnád bazd meg, hogy milyen katasztrofális a halászat a, 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 a földünknek a, a súlyára, akkor nagyon biztos vagyok benne, hogy sejteted, de felfoghatatlan károkat okozunk halakkal. A halak a leginkább, a, úgy általában a halak a leginkább veszélyeztetett állatfaj a világon, állatcsoport a világon. Ö, mindjárt előkeressük, hogy mennyi, te, mekkora területet halászunk át minden nap, de ilyen Ausztrália méretű, fel iszonyatos, iszonyatos. Tehát a, a haliparban én annyira nem hiszek, de erről majd nézzünk információt. Ö, azt gondolom, ö, ja, itt van az András, azt, azt gondolom, a húsevést tudatosan kell csinálni, Uh, és nem kibaszni 10-100 kg húsokat, mert valaki finnyes. Na most erről úgy általában, ez lesz egy később pont, ahogy elolvastam ezeket a cikkeket, ezt később felhozzák. Úgy általában az étkezésünkkel kapcsolatban mit lehet csinálni. De uh, úgyhogy erről fogunk, amit te mondtál, arról fogunk beszélni, de például, például én azt a saját életemben abszolút, abszolút megvalósíthatónak tartom, hogy nem eszek túl sok húst. És főleg nem vörös húst, ami alapvetően nem tesz jót a szívednek, és ugye kentszok kentszok káosz. To... Jóval uh, jó, é, igen, igen. Fakam, tiltsuk be a telneket. Inkább arra az oldalra állnék, hogy ne dobjuk ki annyi ételt. Uh, 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 Itt it most nem arról beszélünk, hogy melyik az az, ami, amit választanunk kell. Itt opciókat sorolunk fel, amiket meg lehet tenni, mindenki válassza ki, amit akar. Én, nekem ez tetszik, az, hogy kevesebb vörös húst tegyünk és tejterméket. Én nekem az simán belefér, mert könnyen meghozható életvitelbeli döntés, és jelentős egészségügyi pozitívuma is van. Zoxi, Zox, Zox, nem Zoxi, Zox78. Zox! Nagyon egyetértek az értékrendben, nagyon jók a streamek, legyen szó filmekről, környezetvédelemről, stb. Köszi. Rendben, lesz, lesz szó róluk, Zox. Lesz, lesz, lesz. Jó szolgál az egészséggel oltságodnak? Abszolút, abszolút a tüdőkapacitáson már még vannak bajok, de amúgy elkezdtem megint fogyni és izmosodni, rengeteg vizet iszom, és az étrend, és leszoktam, bazd meg, leszoktam a McDonald's Super McFreeze-ről. 10 kilót híztam vele. Nem, nem 10 kiló, de még 5 -öt. 5 kiló nettó zsír került fel a testemre a McDonald's és karamellás Super McFreeze miatt, de elengedtem. Eltűnt az életemben, és most sokkal jobban nézem magam. Annyira geci durva, hogy ez a, ezek a gyors kaják, ezek milyen szinten kiszipolyozzák az embert. Fizikailag tényleg annyira rosszul vagy, mint a másnapos lennél A borzasztó. De nem az a lényeg, hogy mit nem fogyasztunk, hanem hogy vásároljuk helyen a dolgokat szállítások mellőzésével. Megint csak betyárt. Lehetséges, hogy igazad van, és abszolút egyetértek, illetve ez egy későbbi pont is lesz az egyik listában. Nem arról van szó, hogy mi a megoldás, mert gyerekek, semmi nem a megoldás. Semmi nem a megoldás. Messze túl vagyunk azon a ponton, hogy ha rábökünk a megoldásra, akkor megmentjük a planétát. Ezen túl vagyunk. Ez az idő elmúlt. Amit most tudunk csinálni, hogy lassítjuk azt a folyamatot, amin keresztül melegszik a Föld, addig, ameddig a tudomány nem hoz be minket, és nem találunk egy megfelelő módot arra, hogy hogy az, a, a Földnek a, 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 az ökoszisztémáját regeneráljuk, illetve a társadalmi tudatosság nem nő egy olyan szintre, hogy te, sokkal jobban védjük a természetet. Addig kell kihúznunk, addig kell lassítanunk a felmelegedést, míg ezek meg nem történnek. Ez a cél. Nem tudunk rábökni egy dologra, hogy azt ne csináljuk, és akkor minden rendben lesz. Ezért ez a stream sem arról szól, hogy megtaláljuk a valóságot. Arról szól, hogy mentsük meg a világot, adok neked, nektek opciókat, azaz, hogy most átnézzünk opciókat, és mindenki eldönti, hogy melyiket és milyen volumenben implementálja, vagy egyiket sem, mert leszarom, 40 év múlva úgyis halott leszek, kapja be a bolygó. Mindenhez megvan a jogod. De ne azt mondja, kérlek, tehát ne azt írjátok csetbe, hogy mit kéne ehelyett csinálni, ez egy opció. És megyünk tovább, mert látom, hogy nagyon idegesítiteket. Fair enough. Fair enough. Már amúgy nincs túl késő megmenteni a világot? Nem, 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 nem. Nincs túl késő megmenteni a világot. Egy. Kettő, a világ tökéletesen meg lesz, és az emberiség nem fog kihalni. Azt már, ja igen, erről, a, erről, egy zseniális podcastet hallottam, hogy ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy melegszik a föld. Elnézést, hogy kicsit ugrálok témába, de szeretnék reagálni arra, ami érdekelt titeket. Hallgattam egy, előre egy zseniális ö, podcastet ö, John Green-től. És ő mondta, Hank Green-től, bocsánat, Hank Green És ő mondta, hogy gyerekek, a mindig a tudósok azt tolják, hogy a melegszik az, ö, a, a, levegő, melegszik a bolygó, baj van, cselekedni kell. Ez a feladatuk, hogy cselekvésre bírják a társadalmat és a politikai vezetőket, illetve az üzleti szféra neves embereit. Ez a fel, ö, ezért csinálják ezt. De azt olyan mértékben haladtunk előre a bolygónk védelme érdekében, hogy már elkerültük azt, hogy kihaljon az emberiség. Tehát a felmelegedés szintje az olyanra csökkent, hogy mi már nem fogunk kihalni. Hogyha így folytatjuk, az emberiség nem fog kihalni. Volt erre is opció, de ezt elkerültük. Úgyhogy ilyen ezért érdemes lelkesnek lenni, mert ez volt a hatása, hogy azok a szerencsétlen szemüveges kockák picsogva üvöltöttek évtizedeken keresztül, az lett az eredmény, hogy azt a szintet elkerültük, hogy a, hogy a, hogy a világot megsemmisítsük és rajta minket. Nem, ezt ki mondta? Hank Green nevű tudománykommunikátor. De nyugodtan utána nézhetsz a tendenciáknak, illetve mi is utána tudunk nézni a tendenciáknak, hogyha erre forrást kérsz, és nagyon büszke vagyok rá, Feca, hogy forrást kértél az állításom nyomán. <kül> Függetlenül ettől, és a fahéjas párnácskák, ha jól emlékszem, arra sikerült leszokni, sikerült leszakni, nem eszem már, jó, 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 jó ideje. Olvas utána, Feca, nagyon helyes. Szóval, oké, okay, menjünk tovább a telnekről, mert ez mindenkit nagyon idegesít. Cut back on flying, na ez az, ami nagyon-nagyon-nagyon kevés embernek releváns. A repülés az tényleg borzasztóan kinozza a planétát, rengeteg kerozint égetünk el, és nem, nem, feltétlenül, ö, nem feltétlenül szükséges mindig repülni, egy gyerekek, ez az, ami ránk nem vonatkozik egyikünk sem, még én sem, aki rengeteget repül, messze nem repülünk annyit, hogy annak kimutatható vagy tragikus eredménye legyen. A repülés az nem hobbija az európainak, mi szeretünk autózni, ami mondjuk nem sokkal jobb, de értitek, illetve nem mozgunk annyit, kicsi országokban lakunk. Nem gondolom, hogy ezzel bárkit baszogatnunk kéne, de hogyha te túl sokat repülsz, ha te valamiért engem nézel, és közben, közben végtel, éppen mész a magángépeden, akkor kap be, akkor ne repülj ennyit. Ped ez, 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 azokra az emberekre vonatkozik, akik messze túl sokat repülnek, mert tehetősek. Én, én ezt, tehát ezt tipikusan bevétel alapú területnek vélem. Zsemle pocok, köszönöm szépen a 100 bites csírt, mindjárt előkeresem, hogy mit mondtál. Valamikor írta, itt van, mert szeretem a smart streameket, de örülök pocok, köszönöm szépen. Már megint Merika? Igen, Uh, Amerika, de mondjuk oroszország, nem tudom, hogy... Uh, uh, which country flies the most? Megkeressük. Erre való a smart stream. Which country flies... Nem így kell írni. Flies the most... USA! 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 Tudtam én. Tudtam én. Tudtam én. <laughs> Na, tessék! És e, Írország csak azért van ilyen magasan, mert az egy átkötő pont Európai és rengeteg más köztük Amerika között. Mostanában suri miatt sokat kell repülnöm, de legalább sokat biciklizek autó helyett. Na, tessék, ez tökéletes. Tehát, igen, itt általában... Gyerekek! Hoppá! A, a Cutback on Flying, még hogyha nem is releváns, lesz egy másik terület, ami erről fog szólni. Ami pedig az, hogy leave the card home. Na ez! Na ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Én amikor gondolkoztam. Ö tehát én gyakorlatilag alig vezetek. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert nagyon jó helyén lakok Budapestnek, és nagyon könnyű tömegközlekedéssel mindenhova eljutnom, ahol akarok, illetve én ugye otthonról dolgozom. Tehát hiszitek vagy sem, ez a fantasztikus könyvespolc, ez nem egy profi stúdióban van elhelyezve, hanem az én egyik stúdió, a stúdió Én itt horról dolgozok javarészt, és relatíve keveset mozgok, és szerintem az én életem, mint olyannak a legnagyobb öko érzékeny eredménye, hogy nagyon keveset vezetek. Nagyon-nagyon keveset. És én úgy gondolom, én úgy gondolom, hogy ez valami, amire viszont oda tudunk figyelni. Ha dobni akarsz egy hátast, akkor nézd meg a neten, hogy a hajóknak mennyi a káros anyag kibocsátása bármi máshoz képes. Igen, a hajókról fogunk beszélni, Pruki. Köszönöm a 100 bites csírt. Nagyon jó, hogy felhoztad, mindenképpen utána fogunk nézni. De tudod mit, már becsíráltél, nézzük meg most. Nézzük meg most. Öhm... Naval uh, travel, NAM NAM travel. Emission uh, compared, naval emission compared to other means of travel. None is zukmag Transport emissions. Aviation az 0.4, 3.6. Úristen, az 9szer annyi, mint a repülő. 9szer annyi, mint a repülő. Ugye 9szer? Igen, 9szer. 9szer annyit, annyit uh, károsanyagot bocsátanak ki a hajók, mint a repülők összesen. Bazd meg! Bazd meg! Úristen. Domestic és international együtt kell számolni? Akkor tízszer annyi, ennyi. Ja, ja, bocsánat, az international nem láttam. Oké. Okay. Az né mi? Ez hogy lehet? Akkor ugyanannyi? Mi? Ja, bocsánat, nem láttam el a infografikáig, annyira meglepődtem ezeken a számokon. Aha, ugyanannyi kb. akkor, mint az aviation. EU, az EU-nak a totál, de most de ez nem Amerika. Uh -huh. Mert az EU, nem annyira vészes akkor ez a hajó, ha megnézed. És <laughs> minden leesett, meg a Covid-dal. <laughs> minden leesett. Nem olyan vészes. Változatlanul a globális repülés, és a ugye, a lokális repülés, és globális repülés a legparább. Akkor annyira nem vészes a hajó. Függetlenül ettől már az is durva, hogy ugyanannyi a kis csón ladikok, mint az meg a repülő. Ez is durva, de itt meg... Domestic névén International Marine Time. Ja, igen, mert ez szét van szedve. Aha, látjátok? Tehát itt van az International, itt van a Domestic. És ők ketten ugyanannyik mint a globális repülés és a lokális repülés. Ez lehetséges? Ez nem lehetséges. Na mindegy. Szóval, hogy nem segít. Nem segít. Nem segít, de, de, de. de a nagyon kevés hatalmunk van afölött, hogy a hajózást megállítsuk. Ez a szám szerintem még nem mond semmit, mennyi javat mozgat meg az egyik és a másik. Igen, igen, felnőző, mm. nagyon felszínes szám, de valami, amit észben kell tartani. Mind a két, mind a két... Uh, ä... Tehát, hogy, hogy persze javakat mozgat, de az emberek is javak ilyen szempontból. Dacu. Tehát lehet azt mondani, hogy a hajókon sokkal több termék, és termény, és egyéb ilyen érté értékcik utazik. Az fair. Viszont az, hogy az emberek utaznak és nyaralnak, az is egy értékcikk valami, ami pénziesíthető. Tehát kvázi ennek a kettő területnek az összevetét, ez egy olyan komplex algoritmus ö, ö, szükségeltetik ehhez, amit szerintem itt most mi nem fogunk tudni megszülni. De nagyon érdekes a gondolat, és köszönöm, hogy bedobtad. Visszatérvén tehát. Az autót otthon hagyni, az teljesen. Én gördeszkával szoktam közlekedni általában, ö, illetve tömegközlekedéssel. Tehát ez megint csak, megint csak, Hogyha szeretnél valamit csinálni a világvédelme érdekében ez nagyon meghatározó. Ez nagyon sokat segít. Tehát azt mondod, azt mondod hogy figyelj, megzabálom a telneket, leszarom a politikusokat, mi, ö, izé, annyit repülök, amennyit Taylor Swift, még akkor is nagyon-nagyon sokat lendítesz a, a földünk ö, megsegítésében, hogyha nem autózol. Ez, erre érdemes odafigyelni, erre érdemes odafigyelni. Reduce your energy use and bills. Ebben nem tudok hinni. Ebben nem tudok hinni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. De én nem tudom elképzelni, hogy az átlagpolgárok által felhasznált energia az megközelíthető arányban van. A cégek és a gyárak által felhasznált áram Igen. Ugyanakkor meg igaza van ennek a cikknek, ahogy most itt elolvassuk. Alapvetően, alapvetően, hogyha a házadat magad, magát energiatakarékossá teszed, az viszont egy életúton keresztül az egy jelentős benyomást jelent. András, köszi szépen a három hónapos bölcsész Klub tagságot, üdvözlünk itt, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Én azon gondolkozok, hogy oké, okay, hogy hibrid kocsi meg de az előállítása mennyi szennyezést vesz igénybe? Matláka, abszolút értelek, jelen pillanatban a legjobb tudomásom szerint a hibrid kocsiknak az alkalmazása az net nulla. Tehát az segít, hogy hibrid kocsi, viszont az előállítása sokkal rosszabb, de megnézhetjük. Hát, ha találunk rá egy rövid információt, köszönöm, hogy bedobtad a kérdést. Oké, okay. hogyha mert hogy az autóvezetés, akkor eladjuk, magunk mögött. Uh, is the production... Of hybrid... Cars... Bad for the environment. És ki valószínűleg meg fogjuk tudni... Am I, uh, Igen, ezt nem tudom, hogy mi ez a cikk... Ez egy blog, ez nekem gyanús. Igen, a hibrid autókban ugye van... Robanó... Tradicionális Robano motor, de sokkal kevesebbet használnak, ugye? Igen. I, na, itt van. Imagine doing car production. Ez volt a te kérdésed. Ö, igen. A, az elő, ahogy írja, az előállítás ezeknek az autóknak még mindig rengeteg energiába szolgál. Gyerekek, mire, mire befejezzük ezeket a smart streameket, olyan szinkron tolmásra leszek, hogy nem igaz. Már érzem, hogy jobban megy. Igen. Ö, annak ellenére, hogy az előállítások sok energiába kerül, még mindig a leginkább ökológiailag barátságos megoldások. Én, ez Itt nem mondanak információt. Igen. Más autókhoz képest a hibrid autóknak az előállítása több kibocsátást igényel a, az, a, 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 a litium elemek miatt. Akkumulátorok miatt. Ez az, amit én mondtam. Ez az, amire emlékeztem, hogy hogy az aksik, amik benne vannak, azok nagyon-nagyon károsak a, a, a... Azoknak az előállítás nagyon káros a Földünkre. Igen. Körülbelül a harmada a... a, a igen. Körülbelül a harmada a, a teljes életútnyi széndiokszid kibocsátásának, egy ilyen hibrid autónak, az csak az előállításából jön. Tehát amikor előállították az, az, autót, akkor már az egy harmadát kipufogta annak, amit egész életében ki fog pufogni. Igen. De ahogy, tehát ez azért nekem gyanúsan hangzik. Ez egy blog, gyerekek, ezt nem kell feltétlenül komolyan venni. Ugyanakkor, ugyanakkor, tehát nincsenek pontos adatok, ugyanakkor nézzünk egy másikat. A House of Works egyébként annyira nem rossz. The hybrid car production waste offset hybrid benefits. Megkeressük a tanulságot. Igen. Igen. Itt vannak. Ó, vannak, vannak források, nagyon örülök neki. Igen. Ó, nagyon jó, ezt is felhozzák, gyerekek, ezért nem hiszek én még a hibrid autókban. Itt van. A probléma a bedugós hibrid autókkal, és az elektromos autókkal is, amit, akit, amit valaki a chatben kért, az az, hogy az az áram, amivel feltöltjük, az sem mindig zöld. És az sem mindig zöldebb, mint a benzin, amit beletöltenénk az autóba. És ez tök jogos. Tehát amikor azt mondjuk, hogy rendben-rendben, de áramról fut, és ezt az, az áramot mi termelte ki? Ugye itt is van egy kérdés. Több mint 45%-a az elektromosságnak az Egyesült Államokban az szén... Szénüzen... Mi az? Szén erőművekben termelődik. Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy igen, az én autóm hibrid autó, ugyanakkor a litium akkumulátorát kurva szar volt előállítani, és az áram, amit beletöltök, a szénbányákból jön. Nagyon sok idő, csinál erről egy külön smart streamet lehetett csinálni csak erről a témáról. Ö, nem fogok tudni neked végleges választ most adni, mert szeretnék tovább menni a témában, de abból, amit eddig olvastunk, nekem az jön le, hogy nagyon max ugyanolyannak érződik. <laughs> ez már több mint tíz éves vita, ugye? Ugye ez, ez régóta hallom én is. Abszolút, abszolút, abszolút. Rendben, térjünk vissza akkor az alapvető kérdésünkre. Ö, ö, az, az, áramfelhasználás. Na most én ezt azért nem tartom feltétlenül egy olyan elemnek, amit te be, be, tudsz építeni a saját életedben, mert, mert, mert geci drága! Önállátóvá, vagy akár energiatakarékos se tenni egy lakást eszméletlen drága, nagyon kevési kevés támogatja az állam legjobb tudomásom szerint a napelemek beépítését. Ö, illetve az én apám az építészmérnök, és beszélt olyan dolgokról, hogy a fűtést úgy lehet megcsinálni, ö, az ő, ő nagyon szereti, mert nagyon természetbarát, hogy ö, ásnak egy gecimély lyukat a kertbe, és a föld melegével fűti, ö, melegítik fel a vizet. Tehát olyan mérásnak, nem is kell egyébként annyira mélyre ásni hozzá, de olyan mélyre ássák le a csöveket, hogy a föld melege melegíti fel a, vizet, és azzal fűtenek, abban fürödnek. Úgyhogy vannak már hőszivattyúk, köszönöm szépen, igen. Állambácsi nem támogatja, mert lobby? nem tudok róla pontosan. A Magyarországon a politika elég durván beleszól ebbe. Igen, 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 igen. Tehát én úgy gondolom, hogy gyerekek, amellett, hogy a politika beleszól, ez egy iszonyatos befektetés, valami, amit nem feltétlenül hogy várnék el tőletek. Ez, ez a stream, -e szeretném, hogyha arról szólna, hogy mi az, ami eszedbe jut, hogy ott állsz a, a heti negyedik fucking stéked előtt, és azt mondod, hogy Tudod, mi van, én ezt most nem eszem meg, vagy azt mondod, hogy beszállnál éppen a privát jetedbe, ilyen átlagos dolgok, amit mindenkinek eszedbe juthat, beszállsz a private jetedbe, és azt mondod, hogy Tudod, mi van, ma inkább biciklivel repülő, repülő repülök át Japánba, és akkor illetve, hogy néha autó hagyod az autót, felpattansz bicikli a gördeszkára, beülsz egy csúziba is kilöved magad. Tehát olyan egyszerű dolgot akarok mondani, amiket tényleg használtunk, én nem gondolom, hogy ezzel kéne kezdenünk. Respect and protect green spaces. Na most ez nagyon szarú hangzik, de én ebben nagyon-nagyon hiszek. Én abszolút lennék az a hippi, aki kiköti magát egy fához, és nem engedi, hogy az erdőt. Úgy általában, úgy általában a zöld területek felfoghatatlan mennyiségben segítenek azzal, hogy úgy általában, nem is az, hogy, a, hogy, hogy megoldjuk a globális felmelegedést, de hogy stabilizáljuk egy területét a világnak. Ezért vagyok borzasztóan mérges arról, a teherbeszad, hogy hívják azt a, a... Bolsonaro volt az. Bolsonaro engedélyezte az Amazon kinyírtását? Ő volt az? Én szerintem ő volt az. Igen, Bolsonaro. Bolsonaro volt az a mocskos féreg, senkiházi faszkalap, aki engedte a, az, fe, az, ama, az, az Amazonas környéként lévő esőerdő történelmileg példátlan kiírtását. Nem szólunk bele, ők, a, ők az ő ők a saját dolguk, hogy mit csinálnak. Brazilok, ez az, 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 az ő felelősségük. Én nagyon szurkok nekik. Függetlenül ettől én ebben nagyon hiszek, hogy a zöld területeket meg kell őrizni, mert még hogyha globálisan elhanyagolható a hatásuk, lokálisan nagyon-nagyon sokat segít. Hú, mit látok itt? Sziasztok! A legegyszerűbb dolog az lenne, ha mindenki lenyugodna kicsit, mert ezzel a rohanással okozzuk a legnagyobb károkat. Ez egy olyan filozófiai gondolat, ami nagyon messzire mutat. Az a fajta hisztérikus ritmusú élet, amit mi a társadalmunkban jelen pillanatban élünk, az kétségtelenül eszméletlen mennyiségű fogyasztást, és így eszméletlen mennyiségű kibocsátást is eredményez. Magyarán az élet megélése, értékelése és lelassítása lenne valószínűleg az a megoldás, ami maradéktalanul teljes körülelen és minden területen pozitívan érinteni ezt a küzdelmet, a planéta megőrzése érdekében. Ha, képzeljétek el, ha most hirtelen lejönnek az éljenek, meghipnotizálják a fiatal generációt, és felnőne most a az alfa generáció, az így szarna mindenbe. Venne egy kis telket, kivágná a fát, eltüzelné, sütne rajta szalonnát. Képzeljétek el, hogy egy teljes generáció egyszerűen kilépne a fogyasztói kultúrából. Beszarna az új telefonba, nem érdekli a Yeezy cipő. Nem megy sehova, oda is biciklin. Így pill Gyakorlatilag egy generáción belül. Én, én, nem, szerintem biztos vagyok benne, egy ökológus erre tudna választani, de én garantálom nektek, hogy egy generáción belül egyszerűen nem lenne szó már globális felmelegedésről. Szóval, hogy amiről te beszélsz, ilyen kategóriai életmódváltás az abszolút megoldaná a helyzetet, ez lehetetlen. Nem közel lehetetlen, nem szerintem lehetetlen, ez lehetetlen. De nagyon szép gondolat. Szóval, a zöld területek megóvása abszolút, én nagyon támogatom Hajnal Miklós, aki nem hiszem, aki csak akkor jött be nekünk a streambe, amikor róla beszéltünk, de, de szokott néha itt császkálni. egyszer rászólok és megkérdezem, hogy mit csinál a normafa ügyében, és hogy nem csinál semmit, akkor kiütöm a gecibe, de szerintem az neki egy fontos terület. Én nagyon, én abszolút én rászavaztam, csak hogy nyíltan beszéljünk az én kerületemben, specifikusan azért, hogy a normafát tessék megőrizni. Az egyik, másik kampányba se volt benne, és az nekem ennyire határozottan, még a zöldekébe se, és én, én nekem ez nagyon fontos. Úgyhogy, úgyhogy mint a politikai... De, de, hogy ne bízza el magát, én most nem fogok itt jobbra vagy balra ilyen hithűen szavazni. Én most specifikusan ezt megadtam neki, úgyhogy üzenem minden is, hogy kiütöm, hogyha, hogyha nem csinálja meg. Tessék a normafát fákkal megtartani. Ne csak norma legyen. Értitek, miről beszélek. Na mindegy. Szóval, hogy ez a zöld területek megőrzése, ez megint, ez kicsit visszahat ugye a politikai aktivizmusra, de ez valami, amit ti is beimplementáltok az értetekbe, hogy támogassátok a zöld területek megőrzését és kialakítását. Oké, okay, gyerekek, sokkal jobban megy ez a stream, szerintem, mint a Biblia stream. Én, 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 én nekem tetszik ez a formátum, hogy ilyen, ilyen húszáros uh, lendülettel végigmegyünk témákon, és, és, és kibeszéljük őket lehet, hogy ilyen, több ilyet kéne csinálni több ilyen témában. Ez, ez egy jó, jó megközelítés a smart streamnek, én most nagyon boldog vagyok ettől. Szóval, ez a hetes pont. Ez a hetes pont. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez, ez, ez amit ez jelent, ez a malac persze, jönnek a feliratkozásaitok egyébként. Kélek szépen. Ez, ez, azt jel, ez, a, együk meg a gazdagokat. Ez az együk meg a gazdagokat Dalag. Jaj, köszönöm szépen a csírt, és örülök, hogy nektek is tetszik. Szirmai hajnal Ultimate Showdown, én szívesen boxolok vele. Csak az a baj, hogy ez nagyon ám lenne. Mondjuk, hogy magasabb, mint én. Szerintem a szektív hulladékgyűjtés ma már azért elég elterjedt. Dacu, igen, a szektív hulladékgyűjtésben lehet, hogy arról fogunk beszélni, de azért nem is említik itt a gyűjtsd szelektíven a hulladékot, mert erről a John Oliver csinált egy anyagot, aki egy nagyon meglepően jó újságírói sót csinál, ami egy humor, humor show, de rengeteg, tehát egy nagyon-nagyon gondos háttérmunka van mögötte. Ő csinált, hogy Amerikában mi a helyzet, és én tagadnám, hogyha azt mondanám, hogy nem tudom elképzelni, hogy, vagy, tehát, hogy hülyeséget mondanék, hogyha azt mondanám, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez Európában máshogy van ez pedig az, hogy nagyon kis részét tudjuk a szelektíven kigyűjtött hulladéknak tényleg visszaforgatni a mindennapi konzum területre. Tehát attól még, hogy kiroptad a műanyag azt nem feltétlenül fogják tudni újrahasznosítani. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy erről mindig az adott program, az adott általában az állam által megbízott üzleti terület dönt, hogy konkrétan hogyan és milyen mértékben hasznosítjuk újra a műanyagot. Tehát ez abszolút nem egy olyan dolog, hogy amit te kidobsz, az egyszerűen visszajön, mint leves és zacskó. És annak a tárolása, a feldolgozása, az égetése, az újraformálása, ez mind-mind-mind kibocsátásba kerül. És én ebben nem bízok. Nem, akarok senkit, nem akarom senkitől elvenni a szelektív gyűjtés élményét és örömét. Biztos, hogy nem árt, biztos, hogy nem uh, rossz, én nagyon remélem, hogy jobb, mint amennyire mindenki híreszteli, hogy. De erről, erről, erről ennek utána kell nézni. Hasznat húznak ebbe. Igen, haszon is van de, de tudjátok mit? Tudjátok mit? Ez, ez, ez általában én a politikával így vagyok, hogy bazd meg, az én politikusaim azok keressenek pénzt, azok legyenek gazdagok. Vezetik az országot, kurva hogy a stressz, rettenetes döntéseket kell meghozniok, ok, amik meghatározzák egy rakás ember életét. Ez egy komoly szakma, kapjanak érte pénzt. Én sosem sose akartam politikusoktól elvenni a fizetést. A. B. Hogyha valaki zöld ö, úton megy, és olyan, mit én, napelemeket gyárt, vagy, 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 szelektív hulladékot gyűjt, keressen belőle pénzt, ne, ne csinálja ingyen! Azt akarom, hogy ő legyen boldog a nap végén, nem csak azért, mert jót a a planétával, hanem azért, mert kövétek a gyerekeim, mert túl sokat esznek, mert rengeteg kaja van a hűtőben. Abszolút helyes, hogy hasznot húznak ebből. Húzzák a hasznot! A zöld energia akkor lesz mindenhol elkerülhetetlenül prevalens és, és, te, és széles és cél hogyha pénzügyek megéri. Előbb nem. Ezt mindenki mondja, ez egy általános igazság, de nyugodtan olvasatok utána. A zöld, a, a zöld energiában a legnagyobb probléma az az, hogy nem lehet üzletszerűen alkalmazni rengeteg területen. Az államok nem támogatják, vagy egyszerűen nem elég hatékony maga a technológia ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű áramot generáljunk. Függetlenül ettől ugye nagyon sok munka van ezen a téren, ezért rohamosan fejlődünk. Izland például most már javarész zöld energiából termeli a a az áramát, volt valami ilyen hír, nem tudom, hogy Izland például ebbe kurva jó, Ugye úgy általában haladunk roham léptek el a zöld energia felé, de az akkor tud totali, totális megoldás lenni, hogyha üzletileg minden téren kifizetődő. Szervusz Omdek! szervusz, végre elkaptad egy streamemet, de örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Az atomenergia miért nem zöld? Az atomenergia meglepően zöld, és nem azért, mert az atomhulladék az egy fantasztikus dolog, hanem azért, mert iszonyatos mennyiségű energiát tudunk nagyon hatékonyan előállítani belőle a nukleáris hulladék miatt, igen, tehát azt mondom, hogy a úgy zöld, nem úgy, tehát nem csak az zöld, ami, ami, ami oxigént hány a levegőbe, olyan szinten nem, nem bocsát ki semmit, hanem az is, ami a, a termelt negatív hatású hulladékhoz képest sosem látott mennyiségű energiát termel a szélenergia se zöld ennyi erővel, mert meg kell csinálni azokat a hatalmas acéllapátokat, és az rengeteg kibocsátást. Tehát a, ugye általában a fémipar az rengeteg kibocsátást termel. Ma lehetne azt mondani, hogy a, hogy, a, hogy a, hogy a szélenergia se zöld, de de ne, hogy nem zöld, mert aztán kibasszák oda a lapátot, és gyűjti a szelet a kis arcába. Na, térjünk vissza ez a hetedik pont, mert ez engem nagyon érdekel. Invest your money responsibly. Ez arról szól, hogy együk meg a gazdagokat, és ez nekem nagyon tetszik, mert ez valamiért sose jutott eszembe. Find out where your money goes, voice your concerns about responsible, ja, mi miért angolul mondom? Tehát, hogy tudd meg, hogy hova kerül a pénzed, hallasd a hangodat aggasztó döntések kapcsán, ö, ö, és olyan cégekbe fektess be, illetve a befektetett pénzedet a bankoddal olyan cégek irányába küldjed, akik zölden üzemelnek. Van, van, -e, vannak, vannak erre, van egy erre egy bevet szokás, az az Ethical Banking, ami azt jelenti, hogy specifikusan úgy helyezed el a pénzedet különböző területekre, hogy az garantáltan megbízható, és ilyen-olyan szempontból pozitív hatású cégekhez kerül. Na most, nem vagyunk mi, vagy nem tudom, biztos van itt valaki milliárdos, de nem vagyunk annyira gazdagok, hogy itt sok-sok millióval manipuláljuk az üzleti szférát. Nem ezt mondom. Viszont az kétségtelen, hogyha van az embernek több lett pénze, és azt le akarja kötni valahova, ne adj Isten tőzsdére, viszi, érdemes ennek után nézni, mert ez egy direkt befolyásolás a piacnak. És ez tűnik talán a legidegenebbnek tőlünk, viszont én garantálom, hogy ez az egyik legkeményebb társadalmi hatás... Ö hatást elérő szegmens. Képzeljétek el, az meg, hogy egyszerűen a világ úgy dönt, hogy a kurva anyát, hogyha te pufogtatod ki a gáz, nem kapsz tőlünk pénzt, leesnek a részvények, csőbe megy mindenki, jönnek a kompetitorok, akik azt mondják, hogy igen, mi is ugyanazt csináljuk, mint a Béláék, csak mi szélerőművel hajtott vitorlásokkal szállítjuk a terméket. Ez, ez nyersen az, hogy mire van, a, mire, mire van a felvevőiparnak szüksége, hogyha azt mondják, hogy ez a termék, de legyen zöld, akkor az a cég fog előre törni, aki, aki ezt garantálni tudja. Magyarán a pénzbefektetéssel iszonyatos mennyiségben tudjuk befolyásolni a zöld terjesztését, a zöld megoldásoknak a fejlesztését, pusztán azért, mert a pénz körül forognak ezek a cégek. Ö, szóval ez nekem nagyon tetszik, ez nekem nagyon-nagyon tetszik, erre érdemes odafigyelni. Miatt átmegyünk a következő pontra, rátom, hogy nagyon pörögtek is rengeteg a kérdés és a beszólás, úgyhogy örömmel felolvasom őket. Kicsit bullshit, mert ez is fogyasztása sarkal? Micsoda, nem tudom, hogy mire gondolsz dupla András. Fogyasztása sarkal. Micsoda, biztos vagyok benne, hogy még egy régebbi beszólásomra érted. igen. Szia Gergő, szakmámból adódóan környezetmérnök. Jaj, de jó Szentinel, de örülök, hogy itt vagy. Elmondhatom, hogy az emberek a legegyszerűbb üzenetű dolgokat se tudják sokszor átvenni, például szektív furadai gyűjtés. Amíg az emberek nincsenek rákötelezve szabályozásokkal, addig nem lesz változás. Szakmailag pedig egyre több vállalat lesz kényszerítve, jogszabályilag és környezetvédelmi tevékenységre. Ajánlom a figyelembe az ESG kulcs szavakat. Köszönöm szépen, szakma, szakma mindig bejönnek a szakma belik. Oppá. Kessek nektek egy képet, hogy megtudjuk, opá, hogy megtudjuk, hogy mi ez. ESG, Environmental Social, Social and Governance. Ezt nem értem. Ezek más, más ragozású melléknevek, vagy mi ez? Értek. Igen. Jó, hogy ez egy, meg, ez egy, ez egy ítélet? Ö, igen. Tehát magyarán ez egy értékelési, ez segíts nekem ebben megérteni, meg a nézőknek megérteni, szerintem ez egy, ez egy kategorizáció? SG a legújabb bullshit, amit a nagyvállalatok nyomnak. Ez rating. Igen, rating! Ezt akartam mondani kategorizáció alatt. Rating. Oké, okay, oké. Okay. Nézd, még hogyha ez bullshit, ahogy valaki itt írja, még hogyha ez rating, ez valami, ami egy olyan tendencia, ami támogatandó. Nagyon fontos, hogy a kóla hogy ha bullshit, akkor bullshit. Kérünk egy új verziót ebből, ami nem bullshit. Félre ne értsetek. De az, hogy ilyenek már léteznek, és ilyeneket elkezdtünk bevezetni, az egy nagyon-nagyon jó jel. Na most, visszatérve Sentinel eredeti izére, eredeti ö, állítására, ami az emberek csak akkor fognak ezzel foglalkozni, hogyha rá vannak kényszerítve. Én ebben nem hiszek. Én ebben nem hiszek. Én abszolút láttam rengeteg, az utóbbi időben is, rengeteg olyan nagy társadalmi megmozdulást, amire az emberek nem voltak rá kényszerítve, hanem egyszerűen akarták nagyon. Magyarországon is, a világban is. Nem hiszek abban, hogy az embereket csak is kizáró törvényekkel lehet motiválni. Az a baj, ha egész Magyarország zöld lenne, sem semmit, amíg Indiában milliárd számra égetik a szenet, mert nincs pénzük, és nem is lesz az elkövetkező száz évben a jelenlegi gazdaságuk alapján. Erről beszéltünk a stream elején, just some special. Még teljes mértékben úgy gondolom, hogy igazad van. Nem indulhatunk ki ebből a felfogásból, mert akkor fasz sem működik. Az indiaiak is tudják mutatni, jó rendben, mi iszletos pénzből felújíthatjuk az energiahálónkat, és általában elindulhatunk a zöld irányba, de hát ott van baz meg Kína, akik milliárda, két milliárdan van, három milliárdan van, sok milliárdan vannak, Uh, te, attól még, hogy mi itt átszenvedjük magunkat ezen az átváltozáson, semmi nem fog változni, mert a kínaiak változ... uh, uh, kitartóan hányják magukból az izét. És a kínaiak megmutathatnak az indiára, mindenki mutogathat a másikra, és egyik se tudja befolyásolni a másikat. Példát kell mutatni, illetve nekünk megtenni azt, amit lehet. Mert ez a stream végére tartogattam, de alapvetően nekem a következő gondolkodásom erről. Én attól félek, hogy mi leszünk az a generáció akik visszafordíthatták volna még a bolygó pusztulását, de nem tették meg. Lehet arról vitatkozni, hogy ki, erről beszéltem egy streamen, lehet arról vitatkozni, hogy ki a hibás ezért, vagy hány generáció hibás az ezért, vagy hol rontottuk el. Az viszont kétségtelen, hogy mi egy olyan ponton vagyunk, egy olyan fordulóponton vagyunk, ahol nagyon sok mindent meghatározunk a bolygónk jövője, jövőjét illetően. Ezért függetlenül attól, hogy Indiában mi a faszom történik, én meg akarom tenni azt, amit szeretnék, mert az én életem, miután meghaltam, az ilyen tettek alapján értékelődik az univerzum szeme előtt. A szabá... Igen, igen. A cégeket ESG ratingeig, visszatérve az ESG ratingre, a cégeket ESG ratingek, amely alapján a banki befektetők pénzeket adnak a cégeknek. minél jobb a rating annál több pénzt kap egy cég, és nem bullshit, mert ez kiszorítja a gimwashingot sokszor, de nem mindig. Sanszosnak tartom, hogy ezek, ezek a... Ezek az, Még hogyha ez még ki is, mert minden ilyen dolgot ki lehet használni. Még hogy ez nem is 100%-osan működik, Képzétek el, ha csak 500 osan működik. Ha csak 5%-ban szorítja egy zöldebb irányba a cégeket fantasztikus. Simon, megérkezett Simon, Szervusz, Simon! Te is beugrottál. Én úgy látom, hogy te is itt vagy, és azt mondod, hogy hello van. Csak nem találom, nem találom a csír üzenetedet. Greg, éppen ebből írom a szakdogámat. Ausztriában minden cégnek figyelembe kell venni a környezetvédelmi pontokat, előre kivonatva, hogy milyen mértékben kell zöldíteni a működést. Gondolom más országban is, Magyarországon is egyébként, de csak az itteni rendszert ismerem. Abszolút az én apám építészmérnök, és neki is már rengeteg szem szemszögöt Ö, az, az ő karrierje során ö, maradéktalanul fejlő, minden területen fejlődött a, az építőipar ilyen téren. Rengeteg mindent meg kell már változtatni egy terben azért, hogy zöldebb legyen. Úgyhogy ez egy általános globális intézkedés, és nagyon büszke vagyok magunkra. Én úgy szeretem az embereket, bazd meg. Lehet, hogy nem vagyunk fantasztikusak, lehet, hogy né néhányuk gyerekeket molesztált. Van kurva jó dolgokat csinálunk néha, nem? Bocsánat, légkondi. Itt vagyok, csak elvesztem kicsit a, a, a God of War-ban. Jövő héten God of War stream! Uuuh! Jövő héten God of War stream! Na jó, vissza, vissza fókuszálunk. Vissza most nagyon lelkesítem, most mindjárt bedugom ide a ps öt aztán elkezdünk játszani, de nem, először megmentjük a világot, mert az a feladatunk van. Köszönöm szépen tehát ezt, ezt, az, ezt a kitérőt, ez nagyon fontos, ez nagyon-nagyon fontos. Ja igen, itt láttam, hogy Csízi lelkesen moderál. Én másfél éve józan vagyok, én nem iszom alkohol, de azért köszönöm a, köszönöm a felvetést, és köszönöm a moderálást is. Adom abba 9 hónapja, 9 hónapja bölcsész tagja, és megszületett. Ugyan már, ugyan már, te már az anya éhben is bölcsész voltál, én sejtem, de nagyon köszönöm a 9 hónapos kitartó támogatást. Szia Greg, mostában találkoztam ezzel, ezért érdekelne a véleményed az aktivisták tevékenységéről, akik művészi alkotások rongálásával próbálják felkelteni ezekkel a környezetvédelmi problémákkal kapcsolatban a figyelmet az utóbbi időben. Hey! Hey! Én egy felnőtt ember vagyok. Én letudtam a lázadókorom, letudtam a hisztériáim, a lelkem megnyugodott, Kivel a filmekről van szó, vagy játékokról van szó, vagy zenékről van szó, vagy a társadalomról van szó, politikáról, vagy a jövőképről. Amúgy a lelkem lenyugodott, vagy az anyámról, vagy az apámról. De amúgy lenyugodott a lelkem. És éppen ezért úgy éreztem magamon mindig, hogy majd egyszer eljön a pillanat, amikor az ilyen lázadásokra már így lekicsinlően és és csak így pökhendi módon néztem, fogok nézni. Nem jött el a minden mai napig. Én szeretem, hogy emberek rongálnak dolgokat azért, hogy felhívják a figyelmet valamire. Nem egy nagyon, nem egy nagyon hatásos, nem egy nagyon jó, vagy kifejezetten követendő példa, sőt, egy elég szar megközelítés az aktivizmusnak. Én azért nem tudom azt mondani, hogy ezek mind idióták, mert, mert bazd meg csinálnak valamit, és már ezzel a szar rossz, kártékony és alapvetően még veszélyes. Lépéssel is. Ér, ér, hangoztatták a hangjukat, és érzitek, hogy mi van emögött. Én romantikus vagyok, amikor az ilyen dolgokról van szó. És, és ezért nagyon szeretném azt mondani, hogy ez egy értelmetlen hülyeség volt, de de bazd, még, még itt is beszélünk róla. Lehet, hogy nem. Viszont, hogyha valaki. Ha valaki egy művészeti terméket ténylegesen megkárosít, nem úgy, mint az a két idióta csaj, akik csak az üveg, a képet borító üvegre dobták rá a festéket. Ha valaki tényleg megkárosít egy művészeti terméket azért, hogy megvédje a teknősöket, elmegyek a házához, Teknős levessel az meg. A fejét meghagyom. Ott fog lebegni a leves tetején, és rá fogom venni, hogy megegye. Nem megoldás az emberi társadalom értékeit. A kukába dobni azért, hogy más értékeket megpróbáljunk megvédeni. Ez nem egy adok-kapok dolog. Hogyha elpusztul a Michelangelo euh, izé, Michelangelo szobrai elpusztulnak, attól nem lesz jobb a természet. Miszi, ne a teknősöket? Nem, 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 én is én nagyon szeretem a teknősöket. Most a következő áfkában fogjátok látni, hogy mennyire szeretem a teknősöket. Úszok velük együtt, az összes megdöglik. Az összes. Mindet viszem a házathoz. Minden szombaton ott leszek egy nagy ibrik teknős levessel. Ne, ne csináljunk, tehát ne rongáljunk értelmetlenül és feleslegesen. Szerintem, amiről beszélünk, az a két lány, aki festéket dobtak, ezt mindjárt meg, meg is mutatom nektek. Environmental activist. És egy vangok, ugye volt? Igen. Nem go! <laughs> isten a... a Igen, az amcsik mondják úgy, hogy go. Igen. És akkor ők, ők csinálták ezt. Persze, hogy lila a hajuk. Ugye. Na most itt van egy üveglap, ez, ez a festménybe volt védve. De így is megvolt a hatása, így is elérték, nagyon ügyesek, hogy csak így csinálták. Nem csinálnám utánuk, ez egy kurva kínos aktivista esemény volt. Ugyanakkor bazd meg, te mit csináltál azért, hogy hallasd a hangodat és ér az érveidet. Tehát, mondom, ez egy ilyen nagyon cringe pillanat volt, de igazából a mögötte lévő szándékot tudom tisztelni. Viszont, hogy ez a festmény tényleg, megsérült volna, akkor kapták volna a teknős levest. Abszolút minden, minden további nélkül. Mert annak, annak semmi értelme nincsen. Én publikáltam a tudományos cikkemet, az, 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 jó, abszolút. Neked már nem kell vangok festményeket festékkel dobálni. Valaki miattam fog fest, festményeket festékkel dobálni, én már érzem. Stop that shit! Nem! Nem! Ezt most csak azért mondom ilyen hosszan, hogy amikor az M1 dolgozza föl, hogy Youtuber Twitch aktivista buzdította népét, hogy Robbantsák fel a parlamentet, akkor itt, itt lesz a, a, voice cikk, hogy nem, 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 nem. Na jó, megyünk tovább. Megyünk tovább, megyünk tovább. Cut consumption and waste. Na most ez az, amit többen említettek. Ugye, aki, aki esetleg most csatlakozott be azóta, mert már majdnem 300-an vagyunk, wow. Szóval, hogy, hogy most csatlakoztatok be, uh, arról beszélünk, hogy mit tudunk mi egyenként tenni, hogy befolyásoljuk a globális felmegelés lassítását. És amikor arról beszéltünk, hogy együnk kevesebb húst, akkor sokan azt mondták, hogy tudjátok, hogy mit kapják be a tehenek, én megeszem az összeset, de cserébe nem fogom kidobni a maradékot. És ezt érdemes átnézni, mert ez. Ez nagyon durva. Ez nagyon-nagyon durva. Na most az első, ö, igen, tehát amit ez a pont jelent, az az, hogy ne fogyasszunk annyit, és ne termeljünk annyi szemetet. Nézzük meg, hogy konkrétan miről van szó. Fast fashion. Fast fashion kerüljük. Ez, ez nagyon, 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 nagyon hatásos. Tehát lehet. Ha te szeretnéd védeni a planétát, például az, hogy a fast fashion-ről és a hiúságodnak nem utat engedve kevesebb ruhát vásárolsz, az, az abszolút lehet egy jó lépés. Aki ilyenkor támadva érzi magát, jönnek még lépések, ne aggódjatok. Én a turkálok imádokat vadászni, abszolút én is, illetve én, tehát én fogok venni például sportzakot, meg ilyenek, de azok megmaradnak évekig. De ugye általában engem nem érdemes erről kérdezni, mert én úgy öltözök, mint egy gimnazista. Én olyan szinten leszorom az öltözködést, most voltam egy divat tanácsadáson, és rengeteg mindent tanultam, és ki fogom alakítani faszán a ruhatáramat, de fast fashion nem vagyok hajlandó én sem vásárolni, attól nagyon sok nő uh próbáld távol tartani, és megadom nekik. Fast fashion például ki lehet hagyni. Uh, second hand boltok. Olyan dolgok, amiket nem kell újonnan megvenni, uh, Facebook marketplace, különböző Facebook grupok, -ok. rengeteg minden tudsz csoportokban, akár olcsóbban beszerezni, mint a boltban uh, gyorsan. De most, nyilvánvalóan a legtöbb embernek nincsen ideje arra, hogy különböző csoportokban keresgessen különböző dolgokat, illetve azok nem feltétlenül olyan minőségűek, tehát például egy használt kanapét szarberakni rakni a négy éves gyereked mellé, mert ki tudja, hogy mi történt azon a kanapén. Megértem. De bizonyos esetekben érdemes körbenézni, hogy nem tudsz-e valamit olcsóbban, és kis idő ráfordításával, de ökológiailag barátságosabban beszerezni. Itt azért nem szabad ezt elfelejteni, hogy ez messze nem olyan egyszerű, mint lemenni egy boltba, tehát simán az van, hogy, hogy erre elke, el, rá kell szállni időt, órákat akár, hogy megtádinthettem, de ez például egy jó út lehet. Reduce, reuse, re reduce, recycle. Igen, erről beszélünk most, abszolút. Ö, igen. Na most itt megint az van, amit mondják, olyan márkákat kell venni, akik legalább valamelyes zöldek. Na most itt nyilvánvalóan nem kell beszopni, hogyha egy márka azt mondja, hogy nagyon-nagyon zöld hajú rabszolga gyerekek varták a mi pólóinkat. De vannak bizonyos olyan, olyan főleg mostanában, főleg Amerikában elterjedt ilyen hippie cégek, akik nagyon-nagyon környezetutatosan gyártanak dolgokat. Persze, egy repülőn kell áthozni a ruhájukat, de hát van <laughs> Az az se segít, de értetek, mire beszélek Európában, is mindig van. Azt mondja, hogy Repair and Reuse. Na most ez a legnagyobb geciség. Ez a fogyasztói legnagyobb átka, hogy semmit nem lehet már megjavítani. Bazd meg, hogy a telefonoddal van valami gáz, az garantálom, hogy beviszed, és 95%-ban azt fogják neked mondani, hogy ezt a telefont ki lehet dobni. <laughs> Újra hasznosítható elektronikul... Erotikus elemes, elektromos szexuális eszközök. Abszolút Tehát, hogyha egy vibrátort veszel, arra figyelj oda, hogy az, az, az simán, simán tartsuk ki. Nem kell mindig egy új vibrátort venni. Nem kell telerakni a faladat. A pincédet és a kamrádat is vibrátorokkal. Elég egy, kettő, tíz, tizenöt. Legyen mindegyik méretből azért legalább három. De maximum 15 vibrátor, jó? Nem, nem kell több. Nem kell több. Nem kell több. <laughs> Viszont, hogyha elromlik a vibrátorod, akkor javítsd meg, és használd újra. Hogyha meguntad a vibrátorodat, add egy jótékonysági szervezetnek, vagy add tovább Facebook Marketplace-en. Biztos, hogy van egy ezer másik ember szívesen használna a te vibrátorodat. És ne dob ki a kajádat. <laughs> Ja, igen. Off topic, lesznek AFK-s ruhák valamikor? A HH pucsi már 8 éves. Jaj, annyira kellene merch. tudjátok, ameddig szarúgy videókat, és nem volt amit nektek jelen, addig nem akartam merch árulni. Mert az unfair, hogy nincs egy videógergő, nincs semmi haladás a csatornákon, de azért vegyétek meg a pólómat, az olyan geciség. Viszont most már kurva, most megy az AFK, megy a hírügynökség, kurva jól van stream is. Úgyhogy most már ö, csinálok, Le, lehet, hogy karácsonyra összehozok valamit. Kell, kell egy új merch. Nem szeretnék specifikusan logót, valami kreatívabbat akarok, de majd megnézem, hogy mit rak tenni. De köszönöm a, köszönöm a notot. És az tipikus olyan lesz, amiből nem fogtok sokat venni. És simán újra lehet majd használni. Jó minőségű lesz. És a leg... legzöldebb hajó kínai rabszolgagyelkek fogják várni. Na most, a void wasting food, ez talán a legdurvább, amit tehetünk. Amellett, most itt elviceltünk dolgokat, de nem feltétlenül gondolom azt, hogy rengeteg ember fogja, akinek nincsen erre indítatása vagy ideje, rengeteg ember fogja használni az internetes marketplace-eket arra, hogy használ dolgokat vegyen. Ez fair. Amit viszont abszolút tudsz tenni, a fast fashion kihagyod, mert az nagyon-nagyon káros, Ö, illetve egyel kevesebbszer dobod ki a dolgaidat, egyel megvászol egy telefongenerációt, nekem is bazd meg, most éreztem rá, hogy, hogy az S21-em az, 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 nem megfelelő, és nem is az, hogy rossz a izéje, ez most nem egy reklám, nem is az, hogy, hogy rossz a, az aksia vagy a processzor, vagy valami, hanem a, a fotó minőség már nem az, amit az Instagram megszokott. Úgyhogy most írtam rá a Samsungra, hogy adjanak egy újat, pedig már lassan jön a következő generáció. Most ez nem vagyok ettől fantasztikus, de értitek, miről beszélek. Hasonló időhúzásokat el tudunk élni bizonyos technikai területeken, amik drasztikusan tudják csökkenteni a fogyasztásunkat. Ne javítsátok meg, mert a kibaszott Apple az tényleg valaki írt a chatben ötször annyit kér el azért, hogy aztán mégse javítsák meg a telefonodat. Viszont, hogyha egyik sem tetszik, amit abszolút tudsz tenni, ne dobd ki a kajákat, gyerekek. Gyerekek, ne dobd ki a kaját. Kevesebb kaját vegyél, és azt edd meg. Én ebben fantasztikus vagyok. Az én két legnagyobb eredményem ezek közül, amit felsoroltunk, az az, hogy alig vezetek autót, a másik pedig az, hogy megveszek kaját, azt maradéktalanul megeszem, és aztán veszek új kaját. És ezekre büszke vagyok, mert ezeket tudatosan csinálom, azért, mert látom ezekről rengeteg anyagot, és tudom, hogy pontosan milyen, milyen károkat okoznak, és a saját életemben ezt tudom implementálni. A saját életemben tudom ezt használni. ez nem az, hogy kényelmes számomra, de természetesíthető. Persze én is szarra pakolnám a hűtő, mert mindenféle hülyeséggel, amit soha nem eszek meg, mert, 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 mert ilyen mániája van a fogyasztói társadalomban élő embernek, de hogy egy nagyon minimális önmegtasztóztatással nagyon finom dolgot teszem, és az összeset megzavárom. Szopjon le az Apple? Abszolút egyetértek. Igen. Rendben, megyünk tovább. Jön a kilencedik pont, hölgyeim és uraim. Oh, Ó, cheesy, köszönöm szépen a 300 bites csírt, azt a mindenségit. Ez egy, ez egy, igazi cheesy csír. Na, várjál, mit írtál? Igen. Mi az oldal URL-je, UR 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 Greg? Nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy jelezted. Megengedi nekem, hogy a saját csetembe írja? Igen. Látjátok a linket? Ott a link. Köszönöm. Kitottam a hűtőt, nincs csak minden, de valami ott már mászik. <laughs> Na most ez nem arról van szó, hogy hagyni kell megrohadni a dolgokat. Arról van szó tényleg, hogy amikor vásárolsz. Tehát a food waste-et nem feltétlenül ott, és ez, ez, tök jó, mert ez tök jó, hogy ezt felhoztad meglepő módon, mert ez tényleg nagyon fontos. A food waste-et nem ott tudjuk megállítani feltétlenül, hogy nem dobjuk ki a rohadó kaját. Ne egyetek rohadó kaját, hasmenés lesz belőle, ami miatt kiszáradtok, és újra éhesek lesztek, és még többet esztek. Plusz hasmenés, ugye? ott lehet megállítani a food waste-et, tehát az több, étel szemetet, ö, hogy, hogy, nem veszed meg azt, amit nem fogsz megenni, és amit megvettél, ezt meg, azt megzaváld. Ennyire egyszerű. Na, anyáink is tanítottak rá, ami a tádon van, azt meg kell lenni, most ezt kell a teljes háztatásra ráigazítani. Pazarlás, köszönöm, pazarlást akartam mondani, nem tudok, nem magyarul. <laughs> Na. Talk about the changes you made. Ezt csináljuk most! Ezt csináljuk most! Gyerekek, erről sokat ezt írta a, a környezet barátunk. Bocsát, elfejtettem a szakmádat. Sentinel. Sentinel. A Sentinel a környezet kertész, kertész környezet barátunk. Erről beszélt igazából, hogy az emberek addig nem fogják meglépni a lépéseket, ameddig nem kötelezik őket törvénye, és én ezzel nem értettem egyet. A következő okokból kifolyólag. Élesebb a tolnál a kard, mind a kettőnél élesebb a társadalmi nyomás. <laughs> Ilyen művészeti termékekért jöttök ide. Ez hangozhatott volna sokkal jobban, de ennyi gondolatom volt rá. Szóval, bár, bármi fajta, akár törvénynél, törvényi erőnél is erősebb a társadalmi nyomás. Mert a törvény tiltja, mióta a világ a világ, a marihuána fogyasztását. Mesélj, melyik barátod mondta azt, hogy fogyasztanám én azt a mariguánát, de állam nem engedi. Franzban. Nem baj. Majd valamikor biztos engedni fogja, és akkor kipróbálom ezt a marihuánát. Ugyan már. Ugyan már. Csízi, közi szépen a gipszabot Sentinelnek abszolút megérdemli. Szóval, alapvetően, amiről itt szó van az az, hogy beszéljünk róla, a ezen keresztül pedig tegyük társadalmilag elfogadottá, szeretetté követő, követendővé, és végérvényesen így a társadalmi nyomás üzemanyag elve. Értik miről beszélek? Hogyha mindenki a környezetben, és ugye az általános fejlődő és kommunikáció alapnak veszi a környezettudatosságot, szükségesnek tartja a környezettudatos lépések megtételét, és elvárja a társadalomtól, hogy igazodjon ehhez, akkor a hogy igazodni fog. Miért? Mert minden ember életében az egyik legfontosabb vágy, a leglényegesebb cél az az, hogy elfogadva érezzük magunkat pszichológus, kérdezzétek meg, abszolút így van. Nagyon sok mindennél fontosabb. Enni akarunk, szexelni akarunk, szarni akarunk, azt akarjuk, hogy barátjaink szeressenek minket. Szerintem ott a negyedik, ötödik helyen van. Ez olyan, mint ami Japánban van. Hogy az iskolai bullying az társadalmilag... Mi? Hogy hogy az iskolai bullying az társadalmilag elvetendő, és aki túltolja, az kiközösítik. Ugye? Ugye? Nagyon sok mindent... Jó, most Japán, Japánról... Japán nem a társadalmi egészség fellegvára. De értitek, miről beszélünk? Alapvetően nagyon-nagyon-nagyon fontos mentális mentális hatalommal bír, hogyha minket mindenki körbevesz, és akik minket körbevesznek, azoknak zöld a cipőjük, egy hétig nem bírjuk piros cipőben. Abszolút. Na most, ezt jól átdomáltuk, és megfelelően idő, ö, hosszú ideig tartott, de például most itt, itt jön az, itt jön az, úristen, nagyon szeretem ezt a mai streamet. Itt jön a következő. Tehát, miután átnéztük ezt a 9. pontot, ez egy nagyon jó körképet adott arról, hogy körülbelül milyen irányba érdemes elindulni. Ide van pinnelve, a chatben mindenki elolvashatja magának, de hogyha egyszerűen beírjátok egyébként, hogy what can I do about climate change, ez az egyik első kidobott link, pontosan azért, mert nagyon látványos, nagyon egyszerű, és az Imperial College of London az egy nagyon megbízható forrás. Úgyhogy, érdemes ezt utána olvasni, érdemes ezen elgondolkodni, hogy kicsit félted a jegesmedvéket, akkor érdemes valamit ebből kivenni, és azon javítani, egyszerűen ennyi. Nem fogod ezzel megmenteni a jegesmedvéket, de hogyha mindenki ezt csinálja, akkor megmentődnek a jegesmedvék. Ezt nem mondom el még egyszer, de ez egyszerűen így van. Viszont. A következő dolog, amit tehetsz, hogyha esetleg jobban érdekel lenné még ez a téma, akkor konkrétan keres rá egy darab célra egy darab cél, amit azt mondod, hogy bazd meg! Én azt szeretném, és ez majdnem minden igaz egyébként. Én, az, én ma felkeltem, Béla, és úgy döntöttem, hogy tartatlan állapot, hogy nemi betegségesek a kollák. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol a kolláknak nemi betegsége van. Pedig klamidiája van az összesnek, nem tudom, hogy van magyarul. De nem ke is kell tudnunk, hogy hogy van magyarul, hiszen a kollák, ausztrálok. Viszont az, hogy ragyás a péniszük, az számomra egy borzasztó tragédia, és ezért tenni akarok valamit. Most ez a következő lépés itt is. Miután megnézted az alap gondolatokat, az alap attitűdöket, és magad éve tetted azokat az üzeneteket, amiken keresztül elindulhatsz ezen az úton, ha tovább akarsz lépni, akkor érdemes kiválasztod egy darab témát, amiben drasztikus lépéseket is hozol. Nekem ez a pálmaolaj. Miért a pálmaolaj? Mert a, a, a aki látta a anyagomat, a kriminálisan ronda első részt, amiért elnézést, de az üzenet fontos így is. Az orángutánok leginkább veszélyeztető iparág a pálma olaj mert kivágják az esőerdőt, hogy pálma olajat, ö, olajpálmát ültessenek. Csak sikerült végigmondani. CMAT, köszönöm szépen a négy hónapos subscription-t, újabb érdekes tím, amiről lekéstem, ebből megint vodnézés lesz. Nem baj, Máté, örülök azért, hogy ide érted a végére. Miért nem így betegek a koalák? Ö, jó van, megnézzük. <laughs> <laughs> Média, ugye? Igen. Igen. Miért? Miért van ennyi koalának klamidiája? Igen. S bizonyos területeken száz százaléknyi a fertőzöttek száma. Klamidia partikat tartanak. Hát ez, 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 ez egy, 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 nemiségen keresztül terjedő betegség, relatíve kevés a koala, és ezért egyszerűen szétterjedt. Igen. Igen. Egyszerűen, egyszerűen, egyszerűen azért van mindegyiknek, koala, mert sokat dugnak egymással. De a klamidiára van az antibiotikum, de itt írják, hogy ez, ez egy... Igen. Treatment with antibiotics could create further problems. Tehát, bocsát, bocsánat, miért angolul megint? Tehát, hogy antibiotikumos kezelés, az további problémákat okozna ezeknek a... Ezeknek a... Marsupio, az micsoda a magyarul? Mindjárt leírjátok. Igen. Eee, jó, tehát az antibiotikum az az embereknél is szétkúrja a vérflóról. Hát erszényes állat, köszönöm szépen. Eee, valami zsebest akartam mondani. <laughs> Igen. Szóval az erszényeseknél ez, ez további problémát jelent, mert mert a vérflórójájukat a szétbaszhatja. És az embereknél is nagyon rosszat tesz egyébként a, 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 a belső baktériumaidnak az antibiotikum kezelés. Viszont specifikusan, amit tudok, hogy nagyon a nagyon-nagyon durván érzékeny bélflorájában van a koláknak, mert ugye egy olyan kaját esznek, az eukaliptuszt, ami azért született, hogy ne egyék meg, és hogy minden energiáját arra fordítsa, hogy ne egyék meg. Kibaszott mérgező, halucinogén tart, ö, tulajdonsága van a, az eukaliptusnak, mindent bevetett ezen a világon, hogy ne egyék meg, és a koala azt mondta, hogy challenge accepted, téged foglak megenni. Vagy téged, vagy nyers lávát fogok zabálni, de te vagy közelebb, úgyhogy az eukaliptus fogom enni egész életemben. Amiért ez nagyon nehezen emészhető és nagyon mérgező növény, ezért a koaláknak specifikus bélflorája van, ami képes ezt lebontani. Hogyha ezt megzargatjuk antibiotikummal, akkor könnyen éhen halhat a koala, ahogy azt szerintem itt is írják. Így van. Látjátok, most amit elmondtam, az itt van utána egy sorral. Olyan büszke vagyok magam, hogyha tudok valamit. Oké. Okay. Szóval, hogy emiatt ezért nem lehet antibiotikummal annyira eredményel kezelni, ezért kamidiásak a koalák. Örülök, hogy ezt megdumáltuk. Viszont visszatérve a, az üzenethez, miután már átnéztük az alapokat, választottuk ki egy témát, hogyha érdekel az ilyen, vagy találtok erre időt, amin keresztül komolyabb lépéseket tesztek. Én nekem a pálmaolaj, mert a, pá, a olajpálma termelés az, az... Hol van? Orángután. Biztos írják valahol. Nem. Hoppá. Itt van. Így van. Így van. E egyszerűen az, az orángutánok azok a kialás szélére került faj, csak és kizárólag. Az olajpálma miatt. Leírják, hogy mi a pálma, ó, olajpálmának a problémája: borzasztóan nagy vízigénye van, rengeteg nagy területre ö, ö, van ö, szüksége, és minden kajába belerakják, bazd meg. 75 százaléka, itt van, a chipseknek, a, a chipseknek. A én nem ettem nagyon rég chipset. Okay. Tehát, hogy ez például valami, amire már odafigyelek, de most utána akarok nézni, én konkrétan, hogy amellett, mert hogy nagyon. Igen. Nagyon nagy nagyon, nagyon nagy százalékában a nagy százékbaba chipseknek chipseket izével, olajpálmával vagy cselyek. Bocsát, most el, el, elolvassuk együtt. Így van. Igen. Rengeteg, renget, és amúgy meg kurva egészségtelen minden, amit pálmaolajjal csinálnak. 75%-kal több zsír van benne, mint hogyha ö, napraforgó olajjal csinálták volna azt a chipset. Tehát magyarán az olajpálma, az tele, ö, olajpálma pálmaolaja, az tele van zsírral, és ez egy nagyon egészségtelen. No de. Igen és itt leírják, hogy az olyan miért rossz. Na, de most ami engem érdekel, most nem kell utána nézni, hogy mindenben van, igen, mindenben van jeges maci, nutellában is van, nutellát cselszek. Popcornban is van, a popcornban nem feltétlenül, de megnézzük. De egyébként te is meg tudod nézni. A popcorn, nem. Ők nem írják. Ezt viszont később írják itt, hogy hogyan tudod ellenőrizni, hogy mibe van. Az első és legfontosabb az az, hogy általában a zöldségolajnak álcezzák. Tehát a zöldségolaj név alatt fut, pedig pálmaolaj. A legtöbb előre csomagolt ilyen snack kajában, amit a Nestlé, az Unilever, stb. gyárt, pálmaolaj van. Ők ezeket a márkákat érdemes kerülni. Igen. Hogyha egy bármilyen terméknek a saturated, az nem tudom, tehát a nem tudom, milyen zsír, te, telített zsírtartalma az több mint 40%, akkor valószínűleg pálmólajából készült. Telített, ugye? Igen. Telített zsírtartalma több mint 40%, akkor ezt valószínűleg pálmólajából csinálják. Miért? Mert kurva olcsó előállítani a pálmaolajat, és a 75% a telített zsír. Tehát ezt, amit előbb olvastunk, ezért egy nagyon széles körben elterjedt anyag ez, mert kurva, kurva könnyen lehet rengeteg zsírt pumpálni így. A kajátba. A bármilyen hozzávaló, amiben benne van a pálma, az valószínűleg pálmaolajnak az egyik terméséből vagy másik hatóanyagából készült. Igen. Hogyha nem vagy benne biztos, hogy tartalmaz-e pálmaolajat, érdemes rákeresni interneten. To avoid pálma... Igen. És így gyakorlatilag leginkább úgy tudod elkerülni a pálmaolaj tartalmú ételeket, hogyha olyan kaját keresel, amiben specifikusan kiírják, hogy 100%-ban napraforgó olajjal készítik, vagy kukorica olajjal, vagy olívaolajjal, vagy kókuszolajjal, mert mondjuk a se hiszek teljesen, de whatever. Kókuszpálma. Kó, a kókuszpálma, igen, de a, tehát a eh, mindegy. Én úgy általában távol a kókuszpálma mondjuk könnyebben megnő, meg nem annyira. Tehát a kókuszpálmával az a baj, hogy ez nem annyira könnyen. Ezt itt fent írják, most nem olvashatom veletek végig ezt a cikket, egyébként nagyon érdekes, és be fogom dobni, ha valakit érdekel a téma. De alapvetőleg de, um, alapvetőleg um, köszönöm. Kicsit hosszú a link, elnézést kérek értem. Um, tehát, hogy, hogy, hogy um, amit itt írnak, az az, hogy azért is nagyon hasznos az olajpáma, mert kurva könnyen lehet uh, ilyen nagy földek ki földeken termeszteni. Tehát nem olyan, mint a kókuszpám, hogy ide-oda nő, kurva lassan nő meg, nagyon nagy területi igénye van, nagyon specifikus időjárás kell neki. A meleg kell, és víz, és ugyanúgy nő az meg, mint a kukorica. Csak sokkal nagyobb tér kell neki, mint a kukoricának, és így folyamatosan írtják a melegben ugye az erdőket. A kókuszolaj viszont borzasztóan hasznos annak, aki daganatos. Rengeteg minden olyan olaj van, az, az és kifejezetten egészséges, ha már beszélünk. Úgyhogy gyerekek, na most ez az, amit én leszarok, mert ezzel hazudni fognak, hogy fenntartható minőségű pálmóolaj. Én egyszerűen nem eszek pálmóolajat. Én egyszerűen megpróbálom a lehető legkevesebbet. Most nem arról van szó, nem akarok hipokrita lenni, hogy nem eszek meg néha egy chipset vagy egy jó csokit. Arról van szó itt, hogy benézek egy, egy adott területet, egy adott témát, Amiben drasztikus lépéseket hozok az életemben. Mert így megint csak, nem csak az általános ö, ö, pozitív hatásomat növelem a, a globális felmelegedés elkerülése véget, hanem én magam is foglalkozok minden nap egy adott témával, egy specifikus témával, amire tudok mesélni másnak, mint most például nektek, hogy meg tudom mondani, hogy hogyan tudok követni, és amivel általában azt az érzést táplálom, hogy vigyázni a világunkra, foglalkozni valamivel, akár áldozatokat kell hozni, egy pozitív hatás elérése érdekében, az egy jó dolog. Az valami, amire büszkének is lehet lenni, nem csak szenvedni miatta. Úgyhogy ezért tartom én fontosnak, és igazából ezért tartottam fontosnak ezt a mai streamet, gyerekek. Így tudtok utána nézni dolgoknak, nem fogom számon kérni, mindenki csináljon, amit akar. De abszolút azt el tudom nektek mondani, hogy ahogy ma nagyon boldogan beszélgettem erről veletek, nagyon-nagyon örül ö, büszkeséget tölt hogy el tudom mondani, hogy legalább egy területen, de segítem, a, segítem az orángutánok fennmaradását. Úgyhogy, ha valamit meg akartok, hogyha, hogyha érdekelt titeket, hogy legyen még jegesmedve 50 év múlva is, akkor figyeljetek oda például a kibocsátásra, hogyha nem akarjátok, hogy, hogy leüljék a csimpánzokat, nem menjetek izébe, cirkuszba, stb. Találtok egy olyan területet. Érdemes. Érdemes. Így vagy úgy, hogy én is uraim, ez volt a mai világmentő streamünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, de ne aggódjatok, holnap találkozunk egy extra hosszú filmhír streamre. Extra hosszú? Why, Gergő? Why? Mert egy jó ideig talán valószínűleg igen, ez lesz az utolsó filmhírstream. stream. Három héttel, három hétre elmegyek, úgyhogy holnap lesz, nem a búcsú stream, az jövő héten lesz, de holnap lesz az utolsó filmhéj streamünk egy nagyon sok ideig, három hétig, úgyhogy é. rengeteg mindenről fogunk beszélni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy most itt voltatok velem, gyertek holnap is, remélem tetszett az a stream, én nagyon élveztem. Kis kezdőket pihenjetek egy nagyot, Szevasztok!